szerelmi téma. A Móló kioszkja melletti egyik asztalhoz ültem, és integettem a fehér kalapommal a hajóra. Körülöttem több száz ember. A nyár legnagyobb nyüzsgése, valószínűleg hamar közéjük olvadtam. Sört ittam, és furcsa volt, hogy most én maradok, és te mész. De éreztem azt az aljas kis izgalmat is, amikor megcsalják az embert. Tudtam, hogy miután beleolvadok a tömegbe a sok lengő fehér kalap közé, be fogod hunyni a szemed, és azt is tudtam, hogy fél óra múlva erőt veszel magadon, és majd kinyitod. Csak azt nem tudtam, hogy ha egyszer megint találkoznánk, hogyan fogod elmagyarázni nekem a látványt, ami fél óra múlva a hajó végéről elét tárult, a sziget, amin hagytál, és amiről tudod, hogy én most egyedül akarom bejárni, a sziget teljes egészében ott volt a szemed előtt. És a két fekete hegyóriás a közepén, anélkül már, hogy figyelmeztethetnél, akkora alapterületet követelt magának, amekkora egy ilyen kicsi szigeten nincs, és nem is lehet soha.